A horvátországi EP választáson 28 listán összesen 336 jelölt indult a 12 képviselői helyért. A szavazók listára voksolnak, ugyanakkor bekarikázhatják a választott listán szereplő valamelyik jelölt nevét is, ezáltal előnyben részesítve a többivel szemben. Horvátországban az ilyen jellegű úgynevezett preferált szavazást először alkalmazzák. Az országban vasárnap reggel 7 órakor mintegy 6600 szavazóhely nyílt meg, míg a világ 51 országában már szombat óta összesen 82 helyen voksolhattak a szavazásra jogosultak. A jelöltek között van egy horvátországi magyar politikus is, Szántó Tibor. A tapasztalat azt mutatja, hogy az európai választások iránt kisebb az érdeklődés. Jelen esetben 25%-os részvételt jósoltak a felmérések. Zorán Milanović horvát kormányfő Zágrában adta le szavazatát. Vjerujem da će odaziv biti ipak malo veći nego što je obično praksa za europske izbore, jer ljudima treba približavati i objašnjavati cijelo vrijeme što je Europski parlament. Ivo Josipović, horvát államfő is a fővárosban voksolt. Reményét fejezte ki, hogy az emberek a legjobbakat választják majd. Kao i na svim izborima očekujem da će građani izabrati najbolje, nadajmo se u to. Siguran sam da će kao god bude izabran časno i odgovorno obnašati dužnost zastupnika u Europskom parlamentu. Az emberek vegyes érzelmekkel fogadták az európai választásokat. Egyesek bizakodóak, mások kételkednek a gyorsabb előrehaladásban. Nema ovih birača. To uvijek svi kritiziraju. A kad treba nešto raditi, kad treba nešto stvarno dobro za našu državu, onda nema nikog. Da bude pošten prije svega, korektan i da zastupa hrvatske interese. Ne očekujem ništa posebno da će se promijeniti u našoj sredini. Vidjet ćemo. Ja se nadam boljem. Trebalo bi da idemo napred. A mintegy 4,3 milliós lélekszámú Horvátország képviselői július 1-én az ország hivatalos EU csatlakozása után foglalhatják el helyeiket az Európai Parlamentben, de csak alig egy évre. A jövő év tavaszán tartják ugyanis az Európai Unióban a soros EP választásokat.